Az MTK ellen legutóbb bravúrpontot szerző Soroksár közvetlen alsóházi riválisát, a Budaörsöt fogadta a Simple Liga 17. fordulójában. Kicsit kevesebben vagyunk, de megyünk, csináljuk, aztán meglátjuk, mire lesz elég. A mérkőzés a sárga-feketében futballozó Soroksár helyzetével indult. A harmadik percben Nagy Vanessa kaparta ki magának a gesztenyit, de végül célt tévesztett. A tizedik percben aztán a születésnapos Molnár Adelina előtt adódott lehetőség, de Szőcs Réka hárítani tudott. Valamivel később a 19. percben is hasonló volt a forgatókönyv. A budaörsi kapus védte az első kísérletet, de mivel a védelem nem tudott felszabadítani, így Győrik Alexandra ismételhetett. Ezzel a góllal pedig megszerezte a vezetést a Soroksár. Az első félidő felénél jártunk, amikor a védő bizonytalankodását kihasználva Csikán szerezte meg a labdát, majd nem sokkal később a földre került a 16-oson belül, amiért a játékvezető azonnal büntetőt ítélt. A 11-eshez Berencsi Boglárka állt oda, aki a kapusnak esélyt sem hagyva egyenlített. A kapott gól nem törte meg a Soroksárt, sőt olyannyira nem, hogy a 36. percben Molnár Adelina újra a hazaiakat juttatta előnyhöz. A Soroksár játékos ennél szebb születésnapi ajándékot aligha kérhetett volna. Az első félidő hajrájában nem sok hiányzott a vendégek újabb egyenlítő góljához, de Aser kapus megkaparintotta a labdát, ami azt jelentette, hogy a szünetben 2-1-re vezetett a Soroksár a Budaörs ellen. Felhívtuk a figyelmet, kicsit toljuk följebb a védekezésünket, mert az átmenetekben nagyon jó az ellenfél, előrefele gyorsak. Próbáljunk meg ütközni, próbáljunk meg labdát szerezni hamarabb. A fordulást követően ugyan egy darabig a vendégek tűntek aktívabbnak, újabb gólt mégis a Soroksár szerzett. A 67. percben Győrik remek beadására Nagy Vanessa érkezett kiválóan, és már is 3-1 állt az eredményjelzőn. Ez a találat pedig végképp megfogta a budaörsi lányokat, így nem lehet azon csodálkozni, hogy nem sokkal később, egészen pontosan a mérkőzés 74. percében jött is a kegyelemdöfés, méghozzá Kern Fannitól. Volt egy indításunk, és érkeztem középen, bepasszolták, én pedig ugye berúgtam, nagyon örülök, hogy végre gólt tudtam rúgni, ez számomra egy hatalmas élmény. A folytatásban az eredmény már nem változott, de ebben elévülhetetlen érdeme volt a válogatott kapusnak, Szőcs Rékának. A végeredmény tehát a Simple Liga 17. fordulójában Soroksár Budaörs 4-1. Szerintem egy reális eredmény született, ennyi van a két csapat között, sőt, zicsereket hibáztunk, nem játszottunk olyan jól, ahogy az MTK-re játszottunk, az is igaz. Tehát van egy kis hiányérzetem a játék minőségével kapcsolatban. De hát nekünk most az volt a legfontosabb, hogy egy ilyen egy pont után, amit bravúr pontnak jeleznék, bár pedig ott nagyon jól játszottunk, meg tudtuk szerezni 3 pontot. Abszolút megérdemelte a Soroksár a győzelmet, tehát jobbak voltak, főleg a végén már a teljes mértékig szétestünk, és teljes mértékig megérdemelt 4-1-es győzelmet szereztek. Múlt héten sikerült egy 2-2-es döntetlent játszanunk az MTK-val, ez szerintem nagyon nagy löketet adott így lelkileg a csapatnak. Nyilván ez egy is kiki mérkőzésnek indulhatott, de szerencsére azért hamar eldöntöttük a mérkőzést, és miénk lett a 3 pont. Próbáltunk küzdeni, én úgy gondolom, hogy az első fél időben jól kezdtünk, ott talán több helyzetünk is volt, amit értékesíteni kellett volna. Sajnos az ellenfél ott betalált kétszer is, így 2-1-re fordítottunk. Utána én úgy gondolom, hogy végig küzdöttünk, sajnos ki is nyíltunk hátul, és ezáltal utána berugdosták meg én, ami meg gólt szereztek. Igazából nagyon jól kezdtünk, az MTK utáni meccsünkből építettünk. Azzal a mentalitással mentünk ki a pályára, a második félidő eleje kicsit megült a játékunk, de utána sikerült ebből a gödörből kimásznunk. Az első félidőben szerintem egész jól helytálltunk, többé-kevésbé a taktika is sikerült, hát az eredmény nem ezt mutatja, a második félidőben utána meg igazából futottunk az eredmény után, és szerintem már csak a támadás volt, hogy sikerüljön a gólszerzés, de sajnos nem sikerült.
A lefújás után nem csak a három pontot, hanem Molnár születésnapját is alaposan megünnepelték a hazaiak. A Budaörs legközelebb majd a DVTK-t fogadja, míg a Soroksár az Astrához látogat a 18. fordulóban.